Sziasztok! Sziasztok, sziasztok! Szeretettel üdvözlök mindenkit! Ez itt ismét a Pentár Technika óra. Kamár Timi vagyok, és egy jó kis őszi dekor alkotás következik. Szépen gyülekezünk. Kicsit nehezen sikerült összehozni, majdnem nem működött a telefonom, de újraindítottam, aztán mégiscsak összejött. Már is megkeresem magam én is, hogy lássam a hozzászólásaitokat. Közben pedig gyülekezünk szépen. Sziasztok! Jaj, de jó, milyen ismerősök vannak. Pintérnél Márti is. Enikő is. Sziasztok! Lovai Andit is látom itt. Sziasztok, sziasztok! Jaj, de nagyon szuper! Milyen jó, hogy így péntek este is ráértek. Bár én most már ugye kitört a hétvége, mondhatni. Hát ha csak nem dolgozik még valaki holnap. Biztos van ilyen. No, és akkor sikerült megtalálni magam. Itt is vannak a, jól van, látom a hozzászólásokat. Sziasztok, Teri és Gyöngyi is. Sziasztok, sziasztok. Nos, akkor én bele is kezdenék, már elég sokan vagyunk, nem is várok tovább. Country repesztés. Nem tudom, hallottátok-e már a kifejezést. És akkor most ez a pici zsákba macska, hogy elárulom, hogy ez nem más, mint az egyfázisú, hagyományos repesztőlag, tudjátok, ez a fajta. És igen, fordítva van a kamerában. Szóval, ezt nevezzük country repesztőnek, ugyanis mégis mit is takar ez az egész név? Egy ilyen vidékies stílust. És ugye tudjuk, hogy az egyfázisú repesztőlakkal lehet imitálni, illetve olyan hatást elérni, ami olyasmi, mint amikor a fa felületen a festék így megrepedezik. Tehát, hogy egy picikét markánsabb, de a rajzolata is egészen hasonló. Mindazonáltal természetesen, mint mindent mi kreatívok, nem csak a fán, vagy az annak megfelelő dolgon használunk, hanem egy fémtárgyon épp úgy lehet használni, mint üvegfelületen, tehát bármire. És én most hoztam nektek egy ilyen kis cuki kannácskát, ami tényleg ebből a cinkből van, és erre fogunk, ennek a folyamatát nézzük végig. Én közben cserélek egy szemüveget, a nézős helyet most látós szemüveget kell feltennem, és el is kezdem. No, és mi is az első lépés egy ilyen country repesztésnél? Biztos, hogy nem ismeretlen azért a számotokra, hiszen volt már, illetve a Pentának is van több videója a YouTube csatornán, volt már élőben is, biztos többször szerepelt, Viki is csinált egy olyan sorozatot, amiben végigvett minden repesztőt. Úgyhogy itt most csak egy újabb ötlettel fogok szolgálni nektek. És mi is lenne akkor az első lépés, és egy igen fontos lépés? Mint tudjuk, fafelületet, illetve, bocsánat, fémfelületet és üvegfelületet, na meg műanyagot, azt mindenféleképpen zsírtalanítani kell. Na most ezt a fafelületet... Hát gyerekek, nem tudok elszakadni ettől a fafelülettől, szóval a fémet, a cinkannát, ugye alkohollal tudjuk zsírtalanítani, ugye erre van nekünk egy plusz oldószerünk, és akkor szépen áttörölgetem, mert ugye megcsúszhat rajta, lejöhet, nem tapad. Jártatok már úgy, hogy én legalábbis jártam úgy, hogy üvegfelületről lejött az alapozással együtt minden, tehát elkezdett elválni, valószínű nem volt megfelelően zsírtalanítva, vagy valahol megfogtam mégis, szóval igen, tehát van ilyen tapasztalatom, tényleg higgyetek el, hogy kell zsírtalanítani.
No, hát most az alján most nézem, hogy van ennek egy ilyen kis címkéje, ami most igen, sikerül nagyjából leszedni, jó. Tehát azt is áttörölgetem, mindent áttörölgetek. Én ilyenkor szoktam azt mondani, hogy a kezünket is, az ujjunk végét, mert azért akármi is lehet rajta. Ah, György írja, hogy mázas cseréppel járt így. Aha, igen, igen. Ugyanígy, tehát a mázas cserép is pontosan, ebben a porcelán is ide tartozik, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy jól tapadjon az alapozó is, és ahhoz bizony zsírtalanítani kell. Na, ugye tudjuk, hogy amióta van bonding primer, bonding alapozó, azóta üvegre, fémre én semmit más nem használok, mert hát ez egy fantasztikus anyag, ez egy remekbe szabott anyag, úgyhogy fogom is, és már is egy kis szivacs ecsettel szépen körbe tapicskolom, nagyon-nagyon, vagyis hát lehet elég csak vékonyan áthúzgálni, nézzétek meg, nem is kell, hogy mindenhol fedjen, elég vékonyan, ugyanis utána festés következik. Megmutatom, milyen szalvétát választottam, milyen kis helyes, őszies hangulatú, és ebből fogom valamelyik kis két képet egyik oldalára, másik oldalára feltenni. Ugye látjátok, hogy ennek a színei olyan fáradt zöldek, kicsit olivás, annál persze sötétebb. Jaj, de jó, Dalmának nagyon köszi, hogy tetszik a kis kanna, hogy ilyen kis aranyos. Szerintem is nagyon kis cuki. És tényleg ebbe bele lehet állítani, ugye ilyenkor a természetben, vagy sokszor még a kertekben is, mondom én ezt panellakó, irigylem, akik kertes házban lakik, lehet ilyen bogyós ágakat beleállítani, még szép sárguló levelekkel is, nagyon-nagyon dekorálja a lakást. Nekem húsvéti is van, és akkor pedig barkaágat szoktam, és arra akasztom a tojásokat. Úgyhogy tényleg ilyen minden évszakban jó dísz lehet egy ilyen cinkannácska, és nagyon kis helyeske. Szóval csak vékonyan átkenegetem, nem is vacakolok vele sokat, és most lesz az, hogy az alján egy picit ezt a maradék ilyen ragasztóba beletapadt még egy kis papír, ami most nem jön le. Ezt én most nagyvonalúan beépítem az alkotásba, mert le fogom kenni, mint a szél. Ugye ilyenkor praktikusan belenyúl az ember, ugye jól meg lehet ezáltal fogni, és szépen betuszkolom. Áthúzom egy kicsit a fülecskéjét is, tényleg nem kell nagyon, akár itt belül is, bár ezzel majd ezt nem szeretném különösebben dekorálni, bár mondjuk lehet lefestem, aztán majd a készképen, mert ugye teljesen végig nem fog menni, a dekorációt majd aztán mutatom, hogy milyen lett. Na, szóval megvan, ez egy pillanat alatt megszárad, pláne, hogy a fém az átmelegszik, úgyhogy nagyon gyorsan. Azt mondja, Molnár Évi írja, hogy van itt van egy bonding, hát ha jó lesz valamire, most legalább látom, jaj, de jó, igen, igen, erre jó, erre kiváló, üvegre is. És akkor most, ahogy összeszedtük porcellára, mázas kerámiára, akril gömb, vagy lencse, vagy bármilyen akril forma, ugye tudjátok, hogy vannak ezek is, műanyag, ugye nagyon sok műanyagot az újrahasznosítás jegyében is lehet dekorálni, műanyag holmikat, ugye tudjuk, hogy a konzervdobozokból is nagyon szupi dolgokat lehet csinálni, meg a kávés üvegekből, úgyhogy és ez már is megszáradt. Na, ennyi volt az alapozás. Erre most már nem is kell több, hanem azt gondoltam, hogy van itt ilyen narancsos árnyalat, terrakottás árnyalat, van itt zöldnek több árnyalata, ezért az őszies hangulat miatt
én egy ilyen világos barna matt akrillal fogom a felületet lekenni, az egész felületet, és az pedig már ecsettel, ezek túl nagyok, megvagy egy ilyen kis közepes ecsetkével, és az egész felületet nem túl vastagon. Na most azt ugye, aki már dolgozott fémmel, azt ugye tudjátok, hogy az alapozó is le tud jönni. Természetesen tudjátok azt is, hogy magától száradjon meg, ugye ez nem újdonság, illetve azt is, hogy így a száradással még azért ez nem a végleges tapadása, előfordult már velem is, meg a foglalkozáson is, hogy ha túl sok anyagot kenegetett az ember, és túl sokáig kenegette rajta, akkor az feloldotta az alatta levő réteget. Ezt különösen üveg esetében mondom. És ezért arra vigyázzatok, néha elakad a szavam, mert olyankor így belefeledkezek a munkában, ez szerintem aki így alkotni szokott, az megérti. Szóval nem túl sok anyaggal, nem túl sokáig kenegetni, ez a leglényegesebb momentum, és akkor így az egészet áthoztuk. A széle pereme, annak nincs jelentősége, ugyanis tudjátok, hogy ez a repesztő hogy működik. Most ez, igen, ezt leteszem, és akkor ugye tudjuk, hogy ez az egyfázisú repesztőlak, ezt mondják színrepesztőnek, country repesztőnek, egyfázisú repesztőnek, aminek az a lényege, hogy alulra kensz egy réteg valamilyen színű akrilfestéket, megszárad, utána kened a következő, vagyis a következő rétegként a repesztőlakot, megszárítod, és akkor utána pedig a másik, valamilyen az előző festéktől elütő szín. Tehát ha az alsó világos volt, akkor sötétet, ha az alsó sötét volt, mint jelen esetben, akkor valami világosat fogtok odakenni, és akkor az a lényege, hogy a felső festékréteg megrepedezik, tehát azért kell ezt a repesztőlakot oda kenni a két festékréteg közé, mert a felső megrepedezik, és ahogy megrepedezett, benne látod, vagyis hogy a repedésekben azt látod, ami alatta van szín. No, hát ha van még olyan, aki nem ismeri, de biztos vagyok benne, hogy szinte mindannyian ismeritek ezt a repesztőt. Azért arra kíváncsi lennék, hogy ha megírnátok, hogy használtátok-e már, mert hogy úgy kíváncsi vagyok, hogy mennyire elterjedt, mert a finom vonalas repesztőt azt tudom, hogy ezt mindenki szereti, és igen, az tényleg elterjedt. Közben oda-oda pislantok, hát ha van valami kérdés, mert hogyha bármi kérdés adódik, azt is persze írjátok meg. Szóval, hogy használtátok, hogy csináltatok-e már egyfázisúval valamit? Jó, írjátok már meg! Na, és annak, és még kapcsolódnak be, sziasztok, Pak Maria is itt van, Sandó Mucsikata is itt van, Szekeres Beálta is, na, sziasztok, de jó. Na, közben ez meg már szépen szikkad. Tudjátok mit? Én az alját is lekenem. Hát már miért ne, nem igaz? A peremével nem foglalkozom, mert azt majd a végén kigondoljuk, hogy milyen színű legyen, és akkor majd a peremét azt azzal úgyis jön még erre a világos szín, és akkor kapom a hajszárítót. Na, és akkor jó, már látom is. Aj, Marci írja, hogy imádja a repesztőlakokat, mindkettőt használta már. A kétfázisú finom vonal azt jobban szereti. Aha, nagyon szuper. Lídia is írja, hogy nagyon szereti, ő is használta már. Margit is, jaj, de jó.
Ugye, hogy a legbiztosabb a repedő? Ugye? Ez mindig működik, ezzel nem lehet mellé fogni. Sokszor, de jó. Tojásokhoz is. Aha, Györgyi mondott, hogy tojásokhoz. Igen, Kati is mind a két fajtát szereti, de jó. Igen. Manok Zsuzsi is írja, hogy ő is többször dolgozott vele. Marika, Dunai Ferencné Marika is. Nem csalódott benne. Igen, igen. Szuper. Nagyon jó. Pap Mária írja, hogy fekete alapra kente, és utána a fehéret, és olyan lett, mint a nyírfa törzse. Aj, de mekkora ötlet. Úgy örülök, amikor ilyen jó ötleteket adtok egymásnak. Mert tényleg így véletlenül is kiszoktak alakulni. Nagyon szuper dolgok, nem igaz? Na, meg is száradt. Királyság. Na, nyomjuk. Van itt egy ilyen kis 20 millis kiszerelés, van itt egy tárka, és akkor egy kósza hajgumi, befőttes gumi is befigyel itt néha-néha munkába. És akkor nyomok ide ki egy kicsit a 20 millisből, kimosom az ecsetkémet, kitörölgetem. Na, lámpásokat is készített Ildikó. Üvegre is, fémre is, Dalma, kipróbáltad, de jó. Fogaras Ildikónak is bevált. Hű, Aradi Mónika írja, hogy vörössel, feketével kombinálva használta, és mintha láva törne fel a felületen, de mekkora ötlet. Aha, na ez is egy nagyon-nagyon klassz. Kovácsné Balogh Eszter írja, hogy repedő pasztázott. Igen, az volt a múltkor, amit csináltam én is. És Rózsa írja, hogy tudja irányítani, hogy milyenek legyenek a repedések. Bizony-bizony. Ugyanis ezzel valóban azért tudjuk befolyásolni. Tehát nem csak magától alakul úgy, ahogy, hanem tudjuk befolyásolni. Hogyan tudjuk befolyásolni? No, nézzük. Úgy például, hogy mi van akkor, ha valahová sokat kenünk, és mi van akkor, hogyha valahová keveset. Ugyanis, ha valahová sokat kensz, akkor nagyobbak lesznek a repedések, mert hogy vastagabb a repesztőlak. Ha pedig vékonyan, akkor sokkal apróbbak lesznek. A másik, mivel lehet még befolyásolni? A felső festék réteg vastagságával. Ha egy sűrűbb festéked van, az egy vastagabb festék réteget fog adni, akkor megint csak jobban reped. Ha kicsit higabb a festéked, akkor pedig vékonyabb réteg kerül rá, és szintén kisebbek lesznek a repedések. Bizonyám, bizonyám. Igen, Pongrászné Ilona is, hogy szeret vele dolgozni. Szia, Icu! Nagyon jó. Na, én nekem meg csak a szám jár, úgyhogy gyorsan-gyorsan a kezemet is oda parancsolom, hogy... És most azt fogom csinálni, figyeljetek csak, hogy nem mindenhol kenem be. Megtehetném, hogy az egész felületet, de azzal, hogyha csak így foltokat kenek fel, látjátok, akkor csak a foltokba fog megrepedezni. Mivel úgy nagyjából így középen lesz a minta, ezért jobban a szélére teszek, és ott próbálom kicsit vastagabban is, hogy ott még nagyobbak legyenek a repedések. Na nézzük, hol is van. Jó, akkor itt lesz még. Szóval ez is egy lehetőség, hogy játszunk azzal, hogy foltokat teszünk föl, szabálytalan foltokat a repesztőlakból. Na most arra az egyre figyeljetek, hogy oké, hogy sokat tenni, de mivel kicsit hígabb, ezért vigyázzatok, hogy ne folyjon le. És ez egy olyan repesztőlak, amit lehet szárítani, persze óvatosabb, egy kicsit
tehát mérsékelt hőmérséklettel, tehát nem neki menni, nagyon forró volt, bár azt tudjuk, hogy egyik anyagnak sem tesz jót. És nézem, hogy itt egy picit sok lett és folyik, úgyhogy törlök is le belőle. Meg ugye a cél az, hogy így a színére el is vékonyodjon, hogy ott úgy belevesszen majd a másik, tehát a másik színbe, tehát ahol nincsen. Mert a széléből egy incit-incit visszatörölgetek. Aztán majd meglátjuk, hogy mert azért ebbe is van esetlegesség, csak azért valamennyi beleszólásunk van. Na, akkor én közben szárítok, és azért egy kicsit olvasgatom, hogy miket írtatok még, mert közben lemaradtam, és ráadásul igen, jó, igen, na, nagyon klasszakat írtatok, szuper. És mozgatom, meg a másik felét is. Úgyhogy nézzük. És közben folyamatosan mozgatom, és ezt ajánlom arra az esetre is, figyeljetek csak egy picit, hogyha mondjuk gömböket, vagy bármi más csináltok vele. Tehát szóval mindenféleképpen például egy olyan felületet, ahol le van állítva, és lefolyhat, tehát nem egy vízszintes, egy doboz felület, stb. Tehát hogyha így leteszed, és elkezd folyni, tehát akkor én ilyenkor felszoktam kapni, és gyorsan mozgatom. De lényegében maga a szárítási folyamat is egy olyan, hogy folyamatosan mozgatni a tárgyat, mert akkor így meg nem folyik meg, tehát eleve el lehet kerülni azt, hogy megfolyjon, és ilyen cseppek kialakuljanak. És szépen szippad. Na most csalóka, mert ez fényes marad, nem mattul ki úgy, mint egy matt akril festék, tehát azért finoman meg kell majd tapogatni, hogy megszáradt-e. Természetesen azért, ahol még nagyon-nagyon vizesen fénylik, ott azért lehet látni, hogy az még tuti nincs megszáradva, de egyébként pedig bizony-bizony azért ez fényes, tehát csak ilyen kis tapogatással megállapítható. No. Igen. Nem sok van már hátra, még pici türelem. Sőt, azt fogom csinálni, hogy most így, hogy már tuti, hogy nem folyik, egy picit félreteszem, és elkapom a szalvétámat, és kivágom a mintát. Annyira kis bájosak ezek, és olyan kis jó kis őszi hangulata van. Először kapok egy nagyobbat, és kikanyarintom. Mondjuk. Hát, egyik szebb, mint a másik. Hát igazából kb. Pont mindegy. Cak, amelyiken kevesebb van. Na, mondjuk legyen ez. Ez a kettő. És akkor majd utána. Én most arra gondoltam, hogy azért arra nincs idő, hogy én most nekiálljak vagdosni, teljesen körbe vagdosni, hiszen azt azért ugye elmondhatom, hát aki régi motoros a dekupásban, az tudja, hogy bizony-bizony ezelőtt, még amikor én is kezdtem 12 évvel ezelőtt, szóval egy olyan 10-12 évvel ezelőtt, bizony még minden csak szalvéta volt, szalvétaminta, illetve papír, dekupás papírok voltak, nem, rizspapírt még, arról még nem hallott senki, legalábbis a mintás nyomott rizspapírt nem ismertük, illetve nem készültek, és akkor bizony-bizony még mindent kivágtunk ollóval, hajszál pontosan. És ugye, amikor én mondtam a foglalkozáson, hogy pontosan, és mindig nagy nehezen,
így milliméterre arrébb valaki kivágta, és nagyon boldog volt, hogy sikerült, és mondtam, hogy de hát az a milliméter az ott pont nem jó, tehát annak nem szabad rajta lenni. A pontosan az valóban azt jelenti, hogy a mintánál, a minta szélénél. Na most annyit csalni fogok, hogy ennek van egy ilyen kis kerete ott a háttérben. Tehát most nem vágom ki az egyes leveleket, hanem ezzel egy picit egyszerűsítem a dolgomat, hogy a keret mentén vágom, és csak ami kilóg a keretből, egyes leveleket, azt fogom csak körbevágni. És akkor így gyorsabban megleszek, csak hogy lássátok, hogy valóban ez akkor igazán szép, hogyha tényleg pontosan vágjátok ki. Közben szikkad a kannácskánk, és hallottatok már olyat, hogy valaki imád kivágni, és pontosan, mert a legtöbb esetben én azért azzal találkozom, hogy nem szeretik a munkához kivágni, hogy ne kelljen ezzel annyit vacakolni, hanem csak úgy menjen pikpak az egész minél gyorsabban. Hát ez a rohanó világ, ez bizony erről szól. Ismeretlen, vagy ismert számotokra az, hogy kivágtok, vagy utáltok ti is kivágni ilyen pontosan, szöszögősen mintát. Vagy mert teljesen leszokott mindenki erről. Hogy vagytok ezzel? Amúgy jut eszembe, közben azért megemlítem, hogy köszönjük szépen a sok nézettséget, és köszönjük a megosztásokat is, így a Pentacolor nevében is. Én is köszönöm, hogy minél több emberhez eljuthasson egy-egy ilyen élő videó, hogy minél több ember tudja hasznosítani az itt látottakat. Úgyhogy bátran osszátok meg. Köszönjük szépen. És közben oda is pislantok. Marcsine, ő se szereti a babra munkát, de ha muszáj, muszáj. Igen, igen. Marga Timi pontosan vág, de nem szereti. Aha. Maria hozzáfesti az alapot. Margit utálta, de mindig a legbonyolultabb mintát választotta. Az jó, az jó. Azért én találkoztam olyannal, aki azt mondta, hogy ó, én szívesen kivágom, és mondta egy szomszédjáit is, mert én nagyon szeretek vágni. Bizony, bizony. Van olyan is. És ugye például egy-egy ilyen levélkénél szó szerint a cakkokat is ki kellene vágni. Ez az igazi dekupázs, ez az igazi belefeledkezős dekupázs. Bizony-bizony, az utolsó cakkig. Lídiának néha sikerült is elvágni a fene nagy kivágást, nagy munkában belevágni. Hát igen, igen, én is jártam már így. Mindjárt hajszállítozás közben visszanézem, hogy közben legalább ezzel haladjak. Igen. Szóval bizony-bizony itt cakkozgatom a levélnek a szélét, de higgyétek el, így lesz igazán szép. Tehát néha az ember meghozza ezt az áldozatot, de ez az, amikor valóban olyan szinten bele lehet feledkezni. Hát ugye ugyanígy, mint ilyen a hímzés is, hogy nagyon aprólékos, hogy a horgolás, de hát ettől szórakoztató, ettől kikapcsoló tevékenységek ezek. És akkor megint fújok egy kicsit a hajszerítóval, és közben olvasom, hogy mit írtatok. Na, kicsit visszapörgetem. Aha. Na tessék, itt van Bálint Anikó, aki nagyon szereti kivágni. Olyan, mint egy meditáció. Na ugye? Na ugye? Erről beszélek. Igen, igen.
Á, Molnár Éva, hogy igen, ha 20-asával gyártod, akkor azért az bizony, igen, sok idő is, meg akkor ott már haladna az ember. De hát, hogyha szép a munkát szeretnénk, valóban. Igen, hát aki nem jól lát, megértelek. Zsuzsa, megértelek, bizony, mert azért nekem is már nagyon erős szemüvegem van. Hogy aki rosszul lát, akkor ott azért ez nehéz, hogy pontosan vágjuk ki. Egyébként én ezért újítottam be, pontosabban kaptam egyik karácsonyra egy olyan kozmetikus lámpát, amiben ilyen kerek pincső van, és így fel lehet nyitni a tetejét, és van benne egy nagyító. És azon keresztül. Aha, György is írja, hogy szívesen vág, de nem bírja a szemem. Na, úgyhogy nekem is a kivágásokhoz az nagy segítség volt annak idején, mert mostanában én is kevesebbet szoktam kivágni. És itt még ragadt. Szóval ez nagyon jó volt, ez a kis nagyítós lámpa. Melinda is írja, hogy ha van ideje, akkor igen, körbevágja pontosan, de egyre kevesebbszer. Bizony. Ó, Erika, de kedves vagy, kisfiával együtt nézi, hogy hogyan zajlik az alkotás. Üdvözlöm innen is a kisfiadat is. No, mindjárt meg is száradunk, és aztán mutatom is tovább. Na mi, tapicskolom itt is. Na ez már jó, az már jó. Itt is. És itt is. Megvan, megszáradt. De jó. Na. Csapjunk bele a közepébe egy kis elefánt csontakrérhoz. Mit szóltok? Az nem viszi el nagyon a színét, csak éppen hogy csak. Szipos Mária, szia, hogy most értél ide, semmi baj. Vissza tudod nézni, és a megosztásnak. Azt, mert főleg, ha magadnak osztod meg, akkor meg is találod, könnyebb, de hát a pentárt oldalon egyébként a videók menüpont, az rögtön fölül megjelenik. Ott mindig megtaláljátok, és az összes videót megtaláljátok. Most hirtelen kitörölgetem az előző lepesztőlakkos tányérkát, és öntök az elefántcsontból. Na és akkor itt lehet látni, hogy nézzétek, ez már egy kicsit sűrűbb, de tudunk erre egy trükköt. Emlékeztek arra, hogy azért egy párszor el lett mondva, hogy az akrélfesték, az egy olyan érdekes festék, hogy a keveréssel hígul. Tehát célszerű használat előtt minden festéket felkeverni. Nem csak azért, mert kiülhetnek bizonyos anyagok a tetejére, tehát szétválik néha, és akkor egy ilyen hígabb, vagy valami rész, tehát valamely összetevő kiül a tetejére, és azt belekeverni, hanem alapállapotban is nem árt felkeverni. Á, fűrével mi lesz? Titok. Nem. Le fogom festeni, csak nem lesz berepesztve. Simán elefántcsonttal lefestem egy rétegben, és madzaggal fogom körbetekerni. Nekem az oldalamon van fönn kép, nekem több ilyen cinkanát is készítettem, azt hiszem tényleg azokat is pont őszi verzióban van, és egy olyan kép, ahol 3 darab van. Nagyon szuper, köszönjük Máriának, hogy leírja, hogy osztja. És nekem van itt egy ilyen darabom, ahol így megmutatom,
ez is egy ilyen kis őszi darab, hogy így madzaggal a fülét körbe lehet tekerni, és akkor még rusztikusabb lesz, ez úgy illik ehhez a típusú repesztéshez. Na jó, akkor még megmutatom, hogy van nekem még egy ilyen inci-pinci mini vödröcském is. Ez ugyan nincs repesztve, de ez mekkora lehet? 5-6 centi, szóval ilyen, tényleg ilyen ekkorácska picurka. Na, és valóban higult egyébként, tényleg hihetetlen, de valóban egy picit krémesebb lett meg is, hogy hígabb lett a festék. És most akkor én ide öntök ki belőle. Egy pici nedves ecsettel még egy inci-fincit hígítottam rajta, mert tényleg régóta fel van bontva, és picit besűrűsödött. No, és akkor fogom a szivacsecsetet. Ennek lejár a teteje, ez nem jó. Keressünk másikat. Ez az. Meg is van. Tényleg, Varga Timi írja, hogy neki is van még egy szép pipacsos, még nálam készült foglalkozáson. Igen, tényleg, hát csináltunk ilyet, bizony, ugye? Dalmának is tetszik, hogy milyen kis cuki, valóban. No, és akkor hajrá! Amire tudjátok, hogy figyelni kell, hogy mondják, hogy ugyanoda ne menjél vissza, amikor már rámentél a második réteggel a repesztett felületre. De ez is csak akkor igaz, hogyha már elkezdett szikkadni, és látod, hogy megjelentek a repedések, mert hogy akkor eltakarod, lefested a repedéseket, de addig még tudsz korrigálni, el tudod dolgozni az anyagot, amíg még nedves, és nem kezdett el repedni. Mindig legyen elegendő anyag, ugye ezt lehetne ecsettel, meg szivaccsal is. Ugye tudjuk, hogy ecsettel az ecset húzásnak megfelelő irányúak lesznek a repedések, tehát amerre vezetted az ecsetet, a szivacsecsetnek pedig egy ilyen egyenletesebb és kicsit kerekebb rajzolatú repedések lesznek. Tehát látjátok, vissza lehet ám menni egészen addig, amíg nedves a festék. Ha valahová nem férek be, mint ide a füle alá, akkor ott majd ecsettel utólag korrigálok. Ha valahol kimarad, ha valahol luk marad, azt is majd ecsettel javítom, tehát ne akarjuk egyből tökéletesre a szivacsal, semmi vész, hogyha valahol nem úgy működik az anyag, vagy nem annyi megy, mint ahogy elképzelted. Majd utólag lehet javítani egy picit, korrigálni ecsettel. Remélem látjátok, mert azért én is ide figyelgetek, koncentrálok. És próbálom beletuszkolni. Mert ugye ez a repesztőlak, ez egy olyan, hogy így megcsúszhat rajta, mivel fényes, megcsúszik rajta a festék. Itt egyébként, ahol kezdtem, már most kezd repedni. De majd mutatom. És hát a hajszárító, az pedig hip-hop. Na, nézzük. Igen, és már mindjárt körbeérek, majd megszárítom, aztán majd a fülét elintézem akkor, amikor, vagy legalábbis a fülének a belsejét, amikor majd a kis javításokat eszközölöm, és akkor innen kívülről is áttapogatom, és már is megvan a füle is, de még megpróbálom benyomkodni. És nézzétek, itt, nem tudom, hogy forgassam nektek, így, már itt elkezdett repedni
Aj, nagyon világos, de ott már ott van, igen. Sőt, már mindenhol, mindenhol, szuper. No, akkor egyúttal, ha már a kezemben van a szivacs meg a festék, akkor az alját is bemázgálom. Aztán meghúzogattam, bemegy a szélekhez, és akkor utána csak áttapogatom, hogy szép homogén legyen. Ott az aljánál nincs jelentősége, hogy most ez mennyi repesztett vagy sem. Aztán majd legfeljebb itt is egy kicsit benyúlok a széléhez. És már most nagyon klasszak a repedések, látjátok? De gyorsan adok neki egy kis szárítást. Igen, és most itt látok valaki. Júlia, szia Júlia, igen. Nézed az elejétől. Ugye, amikor mondtam, hogy valaki szeret vágni, hogy ez ismerős neked? Nem tudtál hozzászólni? Na, de most már sikerült, nagyon örülök, és mindenféle repesztőlapot próbáltál, és hát a kedvenc a finom vonalas. Hát igen, az oly sok mindenkinek nagy kedvence, valóban. Hát Marci, az a helyzet, hogy ezt a kannát nem lehet már kapni, már évekkel ezelőtt megszűnt. Úgyhogy ilyen cinkholmit jóformán alig, már nincs olyan választék, mint régen. Ez fán ugyanígy reped, igen, Évi, így van, Molnár Évinek válaszolom, hogy fán ugyanígy reped, pontosan ugyanígy. És már nagyon szépen alakulnak a repedések. Szia, Firda! Nem maradtál le, tudod, visszanézhető. De akkor most, amíg szárítok, addig mondom hangosan. Itt láthatod, hogy egy ilyen kis cinkanna készül. Ó, nagy család is itt van. Igen, figyeljetek, Andrea írja, hogy a kikben vett hasonlót, illetve tulajdonképpen a hobbi célra ezek a natúr cinkannák, azok kevésbé kaphatók, díszítettek, lefestettek, azok vannak, azt is le lehet alapozni, és aztán utána megdekupázsolni, megdolgozni. Aha, még egy kicsit kell neki, főleg ezen az oldalon, mivel röpülnek a kivágott mintáim. Tehát ugye akkor egy gyors, itt egy kérdés. Na, Marika kérdezi, hogy mi a különbség a klasszikus és a finom vonalas repesztés között. Más a repedések rajzolata, azért is van más neve. Ugye a finom vonalas az tényleg olyan vékony és finom vonalakat rajzol, mint a porcelán, amikor megreped, a régi porcelánok, amikor megrepednek. A klasszikus repesztőlappal pedig hasonló rajzolatú repedéseket lehet, csak jóval szélesebb repedések lehetnek, azzal vékony repedést nem tudsz csinálni, Marika. Tehát jóval szélesebbek lesznek a repedések rajta. Most meg egy picikét, tehát nem tökéletesen ugyanolyan, mint a finom vonalas, csak vastagabba. Egy picikét más, de a szisztémája szerint hasonló. Azok is ilyen kagylós, körökebb repedések lesznek. De mindenféleképpen jóval vastagabb a rajzolata. Na, szerintem ez meg is száradt. Így van. Ugye a fém az könnyen átmelegszik, úgyhogy most egy kicsit várok, hogy kihűljön. Na, Margit írt itt most valami érdekeset. Uh-huh.
Na hát. Margit írja, hogy velúr lepesztő lakkal próbált repeszteni, de nem sikerült. Nos, ilyenkor, ha ilyen kérdés merül fel, mert ilyen esetben mondjuk ki kell próbálnunk a pentakolorban vagy a laborban, megnézik az anyagot. Margit, azt tudom tanácsolni, hogyha ennyire nem sikerül, és azt mondod, hogy nagyon híg volt a kettes, mint a víz, hogyha tényleg mint a víz. Igen, ez nem szokott ennyire híg lenni, legalábbis amikor én használtam, nekem nem volt ennyire híg. Tény, hogy nem tegnap használtam én utoljára velúrrepesztőt, hanem kicsit korábban. De ilyenkor nyugodtan a pentakolornak fel lehet tenni a kérdést. Utána fognak nézni. Fontos, hogy a tégelyen levő szériaszámot megírd, akár, ha pedig annyira olyan, akkor küld vissza a terméket, vagy ha mód van rá, hogy visszaküld, vagy visszavidd, és akkor meg fogják nézni. Jó? Nem, így láthatatlanban szerintem senki nem tudja megmondani, ilyen esetben mi is, vagy a laborosok is kipróbálják, megnézik, utána néznek annak a szériának, a gyártásnál ott megvannak az anyagok, hogy tehát ugye elvileg minden ugyanaz kerül bele a különböző szériákba, úgyhogy nem tudom elképzelni sem. Jó. Nagyon sajnálom, hogy nem sikerült. Azt nem tudom, hogy az a, ha már egyszer nem repett a második, és arra újra mész az egyes fázissal, és hogy egy picit néhol megrepett. Ez nagyon furcsa. Szóval mindenféleképpen jelez, kérlek, mert azért ez jó visszajelzés, ez kellenek az ilyen visszajelzések, hogyha valami nem működik, vagy valamivel nem sikerült. Jó? No. Nézem, hogy mik vannak még itt. Opárepesztő. Igen, az opárepesztő az egy nagyon klassz cucc, csak igen, nagyon technikás. Igen. Júlia ollózik, bizony, szuper kis olló és türelem, ő szeret vágni, igen. Üdvözlöm, Ádám! Szóval, Gál Jánosné is írja, hogy kétfázisú repesztőt, de nem repett meg. Nos, igen, ilyenkor nyugodtan írjatok. Azt nem tudom például, hogy akinek nem repett meg, hogy volt-e egy foglalkozáson, ahol megmutatták neki, hogy hogyan kell használni az anyagot, milyen vastagságban kell kenni, mert tulajdonképpen mi magyarok azért mindenben feltaláljuk magunkat, nagyon-nagyon ügyesen sok mindenre rájövünk magunktól, meg kitapasztaljuk, meg minden, de van, amikor nem érdemes elspórolni azt, hogy az ember elmenjen egy foglalkozásra. Akár még ha egy picit messzebbre is kell utazni. Egyrészt azért, mert tényleg lehet tanulni. Másrészt azért, mert hogyha az ember ezt rászánja, ez egy nagy élmény is lesz, még ha utazni is kell érte. Tehát mindenféleképpen érdemes, hogyha már akár soha agyára nem megy a repesztés, akkor nem saját kútfőből, hanem valahová elmenni egy foglalkozásra, ahol megmutatják, hogy hogyan kell használni ezeket az anyagokat. A pentakolónak rengeteg anyaga van, nem is tudom, nem akarok nagy számokat mondani, de az, hogy több ezer, az is biztos, több ezer féle, persze ebben benne vannak az, hogy a különböző színű festékek, de a rengeteg repesztő, lak és paszta és a különböző anyagok, ezeknek a használata azért senki nem rázza ki a kis ujjából.
Jó. Igen, sajnálom, hogyha valakinek nem sikerül, de hogyha valami gondja van az anyaggal, vagy kérdése, nyugodtan lehet azért a Pentakolorhoz is fordulni, hogyha közelben nincsen senki, akitől megkérdezhetné. Jó? Illetve hát ezért is vannak ezek a videók, ezért is vannak már a YouTube csatornán a videók, ezért is vannak ezek az élők, ahol mondjuk is, és nem csak aláírva van, tehát ezért ezekből is rengeteget lehet tanulni. No, hát itt lett akkor a kis kannánk, hogy haladjunk tovább, és ezen a ponton fogok egy kisebb ecsetet, és egy ilyen kis hegyes kerekecsetet, és az elefántcsont festékkel bemegyek azokra a helyekre, ahová a szivacs nem fért be. Egy kis tapogató mozdulatokkal, és itt is, ahol kimaradt, meg itt a perem alatt, ahol egy kicsi feketességet láttok. Ugye most ezt a kamera megint nem annyira szereti, hogy ilyen világos felület van. Hát itt a perem alá, mert azért oda a barna bement, de hogy ez ne világítson itt. És most jön az, amikor ha úgy érzi az ember, hogy valahol javításra szorul, akkor egy ilyen kis hegyes ecsettel szépen helyileg úgy oda lehet hatni. És lehet egy kicsit javítgatni. Egy-egy pöttyöt. Ha itt-ott valahol kimaradt, luk maradt, meg ilyesmi. És akkor még ott, ahol nincs repesztőlak, akár finoman egy második réteget is fel lehet vinni. Ez az. Ezzel pedig még egy kis trükköt mutatok. Ahogy foltosan van repesztve, és ha nem sikerült a repedések szélénél egy átmenetet képezni, akkor tudjátok, hogy úgy, mint a száraz ecset technikánál, hogyha kevés festék van a szivacsban, száraz szivacs technika, mondhatni, akkor finoman rámegyünk a repedések szélére, és eltüntetjük, tehát csinálunk egy olyan átmenetet, hogy így lágyuljon a széle. Úgyhogy nem kell megijedni, ez működik, és alkalmazható. Ugyanígy az alját is megküldöm még egyszer, mert azért mégiscsak egy sötét barna van alatta, és tudjuk, hogy igazán szép akkor tud lenni, hogyha két rétegben kenjük, hiszen akkor fed a legjobban, vagy adja ki a színét, és fed a festék. És meg is van. Ecset vízbe, gyors szelítés. Igen. Azt mondja, hogy Gyöngyi, azt mondja, mutatja a repesztést. Meglátom, hogyan lehet, hogy valaki másnak is lesz egy ilyen ötlete. Mert esetleg lehet róla szó, majd mondjuk kiderül. Rózsa írja, hogy jók a pentás videók, hogyha nem sikerül valami, akkor megnézi. Na ugye? Ugye megnézi a hozzáillő kisfilmet. Bizony, azért érdemes előkeresni újra meg újra akár ezeket az élőket, amik ott vannak a Facebookon, a pentás oldalán.
mindjárt megszárad. És akkor következik akár a ragasztás. Mindjárt meg is nézem, mert már felmelegedett. Arra vigyázzatok, mert a fém olyan gyorsan felmelegszik, hogy szinte süti az ember kezét, pedig óvatosan szárítom. Még egy kicsit ígyni. Jó, és szalvéta ragasztás következik. Tudjuk, hogy csak a legfelső réteg, és itt a másik. És következzen a ragasztás. Ma dekupázs ragasztó az én kedvencem, az én kis favoritom. Pirka ecsetke. Na, Makosné Kovács Tíme írja, hogy izgult a repedő pasztás képnél, de jó lett. Hát akkor mutasd meg nekünk, vagy legalábbis én még nem láttam, de lehet, hogy. Igen. Pafmária jegyzetelni szokott. Na, ez is egy jó módszer. Én is ajánlottam a foglalkozáson korábban, hogy jegyzeteljenek a résztvevők. Na, és akkor nézzük ezt a kis helyes mintácskát. És ráadásul én most ezt a kis képecskét nem szabályosan fogom felragasztani, hanem egy kicsit így elfordítva, tehát nem, tehát mindegy képet alkalmazom. És fogom az ecsetemet. Felhajtom. Másik kézzel, amit megfogtam, nagyon vékonyan bekenem. De tényleg csak nagyon vékonyan, még le is törölgetek belőle. És rásimítom. Ez már megtartja. Ez erre volt jó. Kicsit fixálom alulról, belesimítom, na még azért egy picit többen. És én így bele szoktam nyomkodni ebbe az alsó vékony ragasztó rétegbe. Tudjátok, ez arra jó, hogy amikor fölülről átkenem, akkor ne legyen ráncos. És utána haladok a másik oldalra. Kicsike ezt így láthatlan. Kicsit sok lett, akkor leszoktam belőle húzni. Mert így akkor, ha nincs fölülről átkenve, akkor megnyúlik a szalvéta. Vagyis, hogy már azt sem tudom, hogy hol tartok. Ilyenkor annyira odafigyelek, hogy szép legyen,
hogy elfelejtem, hogy hol is tartottam. Ja, igen, persze, meg volt. Akkor le tudom tenni, mert akkor nem ragad oda. És most, hogy mind a kettő oda van rögzítve, most jöhet a fölülről való átkenés. És akkor kicsit vastagabban, hogy itatódjon át, ugye, fölülről, szépen lassan vezetve az ecsetet, nyugodtan, semmi kapkodás, mert különben még valami nem úgy sikerül, ahogy terveztük. Közepétől kifelé, én az ujjammal szeretek belematatni, mindig átsimogatni, és akkor a végén a fölösleget, amikor már jól átitatódott, akkor le lehet húzni az ecsettel, vagy elsimítani az ujjaddal. Én mindenkit buzítok, hogy használjátok a kezeteket, annál jobb, letapogató rendszeri nincs is. No. Még itt ezt a másik felét is megkenegetem, akkor ti is lássátok, ne csak én. És akkor eligazgatom az ujjammal. Így legalább tuti biztos, hogy mindenhol, tehát nem marad ki az ecset által sehol, mert a kezemmel túlhúzom a szalvéta mintán. Így né. Nagyon kis cukkeráj. Nézzétek? És itt a másik. És akkor a foltos repedések, vagy foltokban a repedések. Gyors szárítás következik. Igen, igen, pontosan. Molnár Évának válaszolom. Azt mondja, nagyon hullámosodott a szalvéta, sok anyagot kentem alá, azért lehetett pontosan. Alulra mindig nagyon kevés anyagot kell kenni. Éppen csak azért, hogy le ne pottyanjon. Tehát úgy, én úgy szoktam fogalmazni, hogy megtapadjon rajta, pozícionáljuk. Azért természetesen ennek a vékony rétegnek is van jelentősége, mert azért ez is ragaszt. Mindazonáltal lefixálja a szalvéta mintát, a szalvéta rostjait. Tehát azért kell egy vékony réteg, hogy a rostok beletapadjanak a felületbe, és amikor fölülről átkened vastagon, akkor azok a rostok már nem tudnak elmozdulni. Ha túl sok a alulról a ragasztó, akkor a sok nedvességet magukba szívják, megduzzadnak, ezért lesz hullámos. Az egészen kicsi felületeket szokták úgy, hogy csak fölülről ragasztózzák, és akkor is sokat, óvatosan, hogy a sok ragasztó szívódik át, és attól tapad rá a felületre, vagy ragad rá a felületre. Nagyon szívesen, igazán nincs még. Na, Tímea írja, hogy holnap természetes fénynél lefotózza a repedőpasztás alkotását. Igen. Na, örülünk neki, hogy szereted a pentát videókat, ez nagyon szuper. Hát igen, majd meglátod, hogy teszel a díszítést rá. Én végül is ugye a mintadarab, amit én készítettem itt az élőben, arra azért tettem egy kis díszítést, egy kis műbogyót, így legalább egy ilyen örök dísz lesz belőle. Na. Erika írja, hogy édes szép kis kanna. Igen, igen, nagyon-nagyon kis helyes kis cuki kannácska. Hát még ezt az oldalt még egy picit kell. A másikat többet nyomtam. Aztán, hogy az ember ilyenkor hogy díszíti tovább, az már tényleg rátok van bízva. Ugye ez most egy kicsit, hogyha telibe repesztettétek volna, vagy repesztitek mondjuk a felületet, nem, miért ne? Azt is lehet. Akkor azt nem úgy fogjuk föl, mint egy eredeti dolog imitációját, tehát hogy hogyan reped meg ez vagy az, akár egy fémkanna, egy festéktől egy régi fémkanna, hanem úgy fogjuk föl, mint dekoráció. Tehát, mint ahogy ez is a telibe van
az egész felülete, tehát teljesen mindenhol repesztő lakkozva. Ez tulajdonképpen egy mintás hátteret alkottunk neki. Tehát így is lehet gondolkodni. Még mindig egy picit nyírkos, addig nem tudok lakkozni se, amíg ez nincs meg. Na, szuper. Jó, Marci is írja, hogy fára repesztett. Na, tedd föl te is a képet. Oké. Mindenképpen a Pentadekor csoportba osszátok meg ezeket az alkotásokat. Nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy miket alkottok azért ezekkel az anyagokkal. No, és akkor én azt mondom, hogy ezen a ponton lehet a tetejét egy ilyen terrakottával kihúzni, lehet barnával, lehet zölddel, ami tetszik. Én nem tudom, én most azt gondolom, hogy én szerintem egy... Van itt egy ilyen narancsos árnyalatom, ezzel is olyan kis őszies hangulatú vidám lesz. Azért nincsen teljes színpalettem. Úgyhogy szerintem ezt a narancsos árnyalatot fogom ráhúzni most. Úgy, hogy ezt is egy szivacssal. És... Azt fogom csinálni, hogy teszek ki, és egy pici barnát teszek hozzá, hogy ne ennyire tiszta narancs legyen. A zöld is nagyon jól menne hozzá, igen. Tehát minden, ami benne van, az mind használható. Ugye használtuk a barnát, van benne zöld, van benne ilyen terakottás, tehát narancsos, pirosas árnyalat, terakottás árnyalat, ez mind-mind illik hozzá. Innen veszek egy picurka barnát. Nem, az nem annyira picurka lett. De majd így már igen. Na, jó kis fáradt színe lett. Egy pincurka narancs. Így. Így, és akkor egy icipicit nem olyan rikító narancs, hanem egy picit tompább narancs színnel. És akkor én ilyenkor egyszerűen, és nagyszerűen ráfektetem ide a szélére a szivacsot, és csak húzom körbe. Időnként mozdítok rajta, hogy olyan helyen is legyen, ahol még nem voltam, nem fogyott ki. Ugye ez egy kis kiálló szél, perem, ezért lehet óvatosan. Ne nyomjátok rá nagyon a szivacsot ilyenkor, mert különben összekenjük az alsó részt is meghúzogatom. És akkor itt van a kis alja nekie, és következik a teteje, de túl pontban ugyanez. Nem tudom, látjátok-e? De a készet így is úgy is megmutatom. És cuki-muki. Fordítok. Így. Itt pedig kicsit betapogatom a peremét finoman.
a szájának. Na meg akkor ott is. És persze itt is. No, hát ilyen lett a kis kannácska. És természetesen még lehet tovább extrázni. Ezzel most egy gyors szárítás, mert nem tudom addig letenni. Azért nem tudom, figyeljétek-e, de egyszer se fagyok ma le. De jó. Nagyon örülök, Marika, hogy tetszik. Nos. Megküldöm még egy réteg matlakkal, és egy picike antikolást azért csinálok, ugye egy repesztett felület elbírja az antikolást. A tetején már megszárad gyorsan, nem ez csak. Ó, szuper, ez már gyorsan megvan. Kanálka megy a vízbe. A szivacs szintén fog. És akkor gyorsan egy réteg matlak. És akkor utána a szokásos kedvencem az umbra, amivel egy picit rámegyek még. És egy matlak fület, hát mivel azt elég sokáig tart betekerni, azt majd megcsinálom utána. És akkor nem sokára kész. Egyébként már így is nagyon aranyos, de én azt mondom, hogy azért ehhez még egy pici kis árnyalást, egy kicsi kiegészítést azért én tennék ezzel az umbrával. Szerintem ez egy világbajnok dolog, hiszen mindent ki lehet vele egészíteni, mindent összhangba lehet vele hozni, hogy ne legyen. Én szoktam mondani, hogy ez most így egy picit steril még, mert olyan minden olyan nagyon úgy van rajta, hogy olyan tisztán. És akkor azzal megadjuk a végső formáját neki. Pak meg is van. Tuszkoljuk oda, és azért lekenem a fülecskéjét is. Vékony réteggel. Ó, Molnár Évi írja, hogy nem működik a matlak, felhólyagosodik és utólag tapad. Hát pedig én ezt azért szeretem, mert pont, hogy nem tapad utána. Mert a selyemfényű laknál tapasztaltam azt, hogy utána azért egy icipicit olyan, nem olyan. Szóval igen, hogy tapad egy hangyányit. És hát, igen, én nem tudom, mert ez a pentátlak, hát kérdés az, hogy mivel lakkoztál. Tudod, ilyenkor az is nagyon fontos, Molnár Évi, tehát ilyen, anélkül nem tudok mondani semmit, amíg nem tudom, hogy mit csináltál előtte, hogy ezt hogyan csináltad, milyen anyagot használtál, hagytad-e száradni elegendő ideig természetesen magától akár, vagy tényleg alaposan átszáradt-e az anyag. Tehát ezek mind-mind befolyásolják a végeredményt, ezért is szoktuk mondani, hogy igen, ilyenkor mi gyorsan hajszárítózva felgyorsítjuk a folyamatot, mert különben itt ülnénk holnapig, de bizony-bizony fontos ám az, hogy hogyan zajlott a folyamat, az alkotási folyamat. Na, gyorsan megküldöm, és akkor még egy pici umbrázás, jó? Na, Márti, örülök, hogy tetszik neked is. Kics László is. Hát a négyiknak is, igen, Balajnak is.
Nagyon örülök. Én pedig tényleg azért szeretem a matlakot, mert elég gyorsan meg is szárad, nagyon szép mat felülete lesz. Én nem szeretem a fényes felületeket, rendkívül kevés esetben használom, amikor tényleg szükséges, amikor úgy mutat jól, de semmi baj a lakkal, szóval ott valami más lehetett. Az is, tényleg az is nem mindegy, hogy milyen típusú lakról van szó, milyen márkájú, milyen gyártmányú. Nos. Még itt az alján egy picikén. Akkor ez a kiegészítés. Tehát akkor tudjuk, hogy egy picit átismételjük addig is, amíg szárítok, hogy egyfázisú repesztőlak, ami country repesztő néven is ismeretes, a repedések rajzolata miatt hívják annak, két festékréteg közé kerül. Tehát el kell dönteni, hogy két egymástól eltérő színű festéket felkenünk. Ugye jelen esetben volt egy réteg alapozás, utána egy világosbarna akril festék, ami akár lehetett volna egy zöld is, akár egy olivazöld, vagy egy olivazöld-fenyőzöld keveréke, vagy akár egy tövis szín például, ami egy ilyen törtebb szín. Utána került rá repesztőlap. Kenhettem volna teljes felületen is, de én most csak foltokat készítettem, hogy egy kicsit élethűbb legyen, ahogy egy fémkanna megrepedezik. Majd rákerült az elefántcsont, miután minden réteg meg lett szárítva, és ezután következett a ragasztás, ugye szélét befestettem, matlak, és akkor egy pincurka umbra antikolópaszta, umbra színű antikolópaszta következik, amit egy ilyen praktikusan eldobható verziójú szivacs megoldással fogok, tudjátok, a kis mosogató szivacsból egy picike darab ehhez bőven elég, és akkor fogom az antikolópasztát, és akkor kenek ide a pereme alá, a füle mellé, mögé, egy kicsit, mintha ez valami régi kanna lenne, és aztán majd egy kis madzagot kap még. Ugye ide szokott még beülni, akkor általában a fogantyújához. És ugye a lakkozás azért is szükséges azon kívül, hogy megvédjük a felületet, mert erről vissza lehet törölni az antikolópasztát. És akkor így helyenként ilyen kis koszokkal, kis mesterséges koszolás. Ez bizony egy használt avítós kannácska. Ez már aztán gyorsan megvan. És ha nagyon-nagyon plasztikussá akarjátok tenni, akkor lehet például egy olyasmit is csinálni neki egy pici trükkel, minthogyha árnyékot festenénk, hogy a kép egy picit kiemelkedjen a térből, akár a képként kezelve, akár
csak a növényt, mint olyan, hogy van egy kis árnyék, ami kiemelni a képből. Tehát ilyen formán, ugye, alá. Egy pici árnyékot. Mindenhol alá kell menni egy kicsikét. No. Ezen a felén megmutatom, és aztán tulajdonképpen kész is vagyunk. Kérdem egy bogyeszok alatt is egy kevéske. Persze a kis háttéren azért kevésbé látszik, de egy picike. No. És a szára alatt, a szára mellett. Ugye úgy lehet jól árnyékot készíteni, hogy egy picit, mintha sréjen esre le a fény, mert akkor nem csak alulra megy az árnyék, hanem egy kicsit oldalra is, tehát még jobban kiemelődik. No, hát akkor ennyi volt a kis cuki kannácskánk, ami már elég avítós darabka, régi, kicsit koszos, kicsit repett, úgyhogy ez lett a vége. Nos, akkor... Na, még No, akkor hát, ha még érdekel benneteket kérdés, válaszolok. És szintén Évi írja, hogy ha az anyagom fán sötét színű, közvetlen arra teszem a repesztőt, és utána egy akril réteget, az úgy működik, vagy mindenképpen repesztő alá kell egy akril réteg. Nem, itt a fém kanna miatt kellett alapozás. Ugye tudjuk, hogy egy natúrfa felület az porózus szerkezetű, tehát oda akár rögtön kenheted a színes festéket is, nem kell feltétlenül alá egy fehér alapozást tenni, akár fehér festékkel, akár alapozóval, hanem ott rögtön mehet rá a barna festék, utána a repesztőlak, és utána a világosabb színű másik festékréteg, tehát nyugodtan úgy kenheted. Akkor Margit írja, hogy sok évvel ezelőtt üvegeket lakkozott selyemfényűvel, nem tapadt, és kint felejtette a teraszon. És akkor érezte, hogy egy picit ragad, de utána bent megszáradt, és azóta sem tapasztalta. No, úgyhogy azért mondom, hogy igen, hogyha buborékosodik, vagy ragad, vagy valami, akkor érdemes utána gondolni, hogy mindent megfelelően, az anyagokat megfelelően alkalmaztuk-e, illetve tényleg milyen anyagokról van szó, mert ugye mi itt az élőkben, a pentát oldalán pentát anyagokat használunk. Ugye vannak más anyagok is, tudom, hogy sokan sokféle anyagot használnak, úgyhogy mi ezekről tudunk beszélni, ezekről tudunk nyilatkozni. Úgyhogy ez lett a vége. Nagyon-nagyon köszönöm, hogy velem voltatok. Nagyon örülök, hogy tetszett, és hát remélem, hogy hasznosnak találtátok, és hogy ha tetszik, annak nagyon örülök. Ez lett a kiskanna, egy kis repesztéssel, egy kis ötlet az őszi napokra, mert hát azért még javában tart az ősz, még novemberben is még ősz lesz, úgyhogy azért még ki lehet használni, ha most készítetek valami hasonló kis lakásdekort, úgyhogy nagyon köszönöm a figyelmeteket, a videó visszanézhető a Pentárt oldalán, további szép estét és kellemes hétvégét kívánok nektek, sziasztok!